előtérben. Csúcsúasztal és kanapé az előtérben. Innen nyílik az a közösségi tér, ahol biliárdasztal és egy konyha is lesz. Így álmodták meg a levéli fiatalok azt a klubhelyiséget, amit közösen terveztek a helyi diákoknak és gyerekeknek. Egy program segítségével virtuálisan is bejárhattuk a helyiségeket. Ez az egész padlás projekt, ez a mi csapatépítő képzésünkkel indult nyáron. Ott elkezdtük tervezgetni, leraktuk az alapokat, és igazából ezzel az egésszel azt szerettük volna elérni, hogyha a fiataloknak lenne egy olyan hely, amit magukének tekinthetnek, tudnak járni szabadidejükben is bármikor, és nem kéne a hideg időkben kint a parkban lenni, hanem ott is tudnának egy fedett részben lenni, itt a padláson a kultúrházban. A projekt a közösségi térnek helytadó levéli kultúrház padlásáról kapta a nevet, amit most még raktárnak használnak. A padláson Radák Tamás tartott stábunknak egy rögtönzött idegenvezetést. Itt lesz az ifjúsági tér, itt lesz ugye a lépcsőház, itt jönnek fel, itt lesz az előtér, itt meg az a könyvtár, vagy valami még egy tér. Tehát ez innen elkerül, ez a mi az lépcsőház. Aha. És ott lesz, ennek is megvan már a helye. A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 27 évvel ezelőtt alakult meg, és azóta is aktívan részt vesznek a település kulturális életében, a civil rendezvények lebonyolításában és a levéli fiatalok összefogásában. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a klub helyiség tervezésébe a helyi diákokat is bevonták. A különböző ötleteket pedig a végleges tervekbe is átültették. A padlás projektnek a lényege nem is elsősorban az, hogy itt ennek a kultúrháznak a tetőterét beépítsük. Én azt gondolom, hogy ez egy hosszabb folyamat, és maga ez a padlás projekt ennek az egésznek a kezdete. Itt alapvetően a felnőttekkel történő döntés, a felnőttekkel döntéshozókkal történő kommunikáció, egy projektnek az előkészítése, megtervezése, a fiatalok közötti összhang megteremtése, és gyakorlatilag, hogy legyen egy cél, ami egyszer akár a gyakorlatban is megvalósulhat, vagyis az életben is megvalósulhat, ennek a komplett szakmai előkészítése, ezt akarja maga a padlásprojekt. Az új közösségi helység 5 éven belül épülne meg a tervek szerint.